Köszöntöm a Moson Magyaróvár Televízió nézőit, ez a Hírháttér. Négy külön kiadásunk következik sorban egymás után. A közeledő önkormányzati választások kapcsán szeretnénk bemutatni a polgármester jelölteket. Olyan sorrendben, ahogy a szavazólapokon szerepelnek, így köszöntöm elsőként a stúdióban Szabó Miklóst, a Moson Magyaróvári Polgári Kerekasztal, a Momentum, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az MSZP közös polgármester jelöltjét. Erre kérném, hogy először mutatkozzon be a televíziónézőknek, bár ön az egyetlen kihívó, aki már volt polgármester 2006 és 2010 között. Köszöntöm én is a nézőket. Valóban 2006 és 2010 között a város polgármestere voltam. Egy kicsit viszony 94-től vagyok önkormányzati képviselő, és annyiban visszamennék 2002-ig, vagy még egy kicsit korábbra, hogy akkor kezdtünk el foglalkozni a városnak részletesebben a dolgaival, és a városban az élet különböző területein, tehát egészségügy, oktatás, gazdaság, pénzügy, közlekedés és így tovább területein dolgozó szakemberekkel, mint egy másfél éves konzultációt folytattunk, ennek alapján összeállt egy választási program, amely részletesen elemezte a városnak a költségvetési adatait, kiadás, bevétel és a megoldandó problémákat. 2002-ben nem kaptunk felhatalmazást, és abban a következő négy évben sok minden változás nem is történt. 2006-tól ezt a víziót, amely mint egy puzzle a városfejlesztést próbálta összefogni, hogy szépen elemenként hosszú távon tervezve a város fejlesztését megoldjuk úgy területfejlesztés, mint közösségi és szociális fejlesztés területén. Annyit még szeretnék mondani, hogy a politika számomra soha nem volt várospolitika, vagy a várospolitika nem volt számomra soha pártpolitika, és minden tiszteletem azoké, akik vállalják a közéletben való részvételt jó szándékból, hiszen nem könnyű és egyre nehezebb a jelenlegi politikai helyzetben, közhangulatban olyan embereket találni, akik jó szándékból vállalják ezt a feladatot. Milyen programot kínál az idei választásokra szervezete? A választóknak? Megoldandó feladatokat kell nekünk megoldani. Vannak ezek között olyanok, amelyek állami feladatok jelen pillanatban. Itt a legfontosabb a kórháznak a kérdése. Moson-Magyaróvár és város környékén kistérségi viszonylatban durván 100-110 ezer ember él. Elfogadhatatlan az, ahogy a kórház jelen pillanatban működik, és minden tiszteletem azoké, akik még az egészségügyben tevékenykednek és próbálják ellátni valamilyen szinten ezt a feladatot. 2012-ben az állam elvette a kórházakat az önkormányzatoktól, akkor egy jól működő 8 aktív osztállyal, 3 krónikus, 2 diagnosztikai osztályon működő kórházunk volt, aztán egy lejtmenet következett be, majd a zuhanó repülés gyakorlata az előző év márciusában, illetve bocsánat, ez év márciusában indult el, amikor is az új ügyeleti rendszer belépett. Ebben tárgyalásokat kell folytatni a kórház vezetésével, a győri kórház vezetésével, majd az országos kórházi főigazgatósággal, és amennyiben nem történik változás, akkor a legvégsőkig el kell menni, polgári engedetlenségi mozgalmat kell indítani. Itt nem játék az emberek egészsége. Jelen pillanatban eljutottunk oda a legutóbbi információm szerint, hogy a proszektúra is megszűnt, tehát azokat az elhunytakat, akik ilyen moncolást kell végezni, azokat elviszik Győrbe, majd visszahozzák Moson-Magyaróvárra. Egy élhető város szeretnénk. Mindenki érzi, hogy Moson-Magyaróváron
nem a statisztikai létszám az a 32 ezer fő van, hanem ennél jóval több. Ők itt használják az utakat, parkolókat, közintézményeket, és emiatt jelentős közlekedési fennakadások vannak, tehát a közlekedési csomópontokat, az áteresztő képességüket mindenféleképpen javítani, növelni kell. Szintén állami beruházás, ami megakadt, és immár két éve gyakorlatilag itt áll torzóként az úgynevezett tanúszoda, amelybe hát ha illegálisan is, de benéztem az elmúlt héten. A két medencében most vagy a talajvíz, vagy az esővíz 40 centi és magasan áll benn. A békák kuruttyolnak, elhanyagolt, leharcolt az épület környéke. Ez is elfogadhatatlan, itt valamit kell tenni, hogy vagy fejezzék be ezt a beruházást, vagy tegyék rendbe a környéket rövid távon, de ez így nem elfogadható számunkra. A parkolási rendszernek a teljes felülvizsgálatát el kell végezni, hiszen mindenki érzi, hogy esténként gyakorlatilag keresik a gépkocsi vezetők helyet, hogy hol tudnak leparkolni. Az egészségügyi intézmények, így az STK és a kórház környékén egy 4 órás szabad parkolási lehetőséget biztosítanánk ingyenesen az ott ellátandó betegek számára, akik természetesen nem tudják, hogy mikor fognak végezni a jelenlegi egészségügyi ellátás mellett. Hosszú távon foglalkozni kell az elkerülő út kérdésével, ugyanis be fog dugulni a város rövid időn belül, ma már családonként a két gépkocsi az teljesen általános. Foglalkozni kell a zöld felületek védelmével, ugyanis az utóbbi időben, főleg a Wittmann Park építkezés következtében, ami 2012-ben indult el, oda tettek 150 lakást a Gazdász utcába, rengeteg fakivágás történt. A kiserdő út mentén, a jobb oldalon úgy szintén. A bal oldalon még megmaradt a kiserdő, ezt mindenféleképpen meg kell menteni a városközponti lakók és a városlakók számára. Egy élhető parkerdőt kell csinálni, ahova nyári nagy melegekben, egyre melegebb időszakok vannak, ki tudnak sétálni és pihenni tudnak. A rendezvények tekintetében ugye 2006 és 10 között elindítottunk számos rendezvényt, itt a Voluta Fesztivált, 2010-ben a Moson 1000 rendezvényt, ami azt a célt szolgálta, hogy kapcsoljuk be újra az uniós csatlakozásunk következtében megnyíltak a határok, kapcsoljuk be újra a vérkeringésbe azokat az egykori Moson vármegyei településeket, és legyen egy aktív kapcsolat, amelyekkel gyakorlatilag megszűnt, vagy nagyon kismértékű volt a határok lezárásával. Az 54 egykori Moson vármegyei településből 49 itt volt polgármesterestől, képviselőtestestől, és ezt folytatni kellett volna. Ugye ebből lettek a Szent István napok, amelynek a helyszíne szerintem abszolút méltó volt a Szent István úton Mosonban, a templom és a Fehér Ló környékén. Ezt mindenféleképpen visszaadjuk Mosonnak, és nem csak a választás évében, hanem minden évben. Ugyanis ez egy város, ez nem Moson és Magyaróvár, ez Moson-Magyaróvár 1939 óta. Ugyancsak ekkor indult el és megtartandó a Szigetköz Ízei Vármegye Borai Fesztivál, illetve nyitottak vagyunk minden olyan kisebb-nagyobb rendezvényre, amelyhez a városnak az odafigyelése és segítsége szükséges. Komoly értékek vannak ebbe a városba. Itt csak egyet hagy mondjak, legutóbbi élményem a Teatrum Atlexumnak az előadásai, hiszen mindegyiket sikerült látnom. Őket fel kell karolni, és továbbra is támogatni kell.
Élő kapcsolatot kell kialakítani a cégekkel, vállalkozásokkal, beleértve itt a nagyobb és a kisebb vállalkozásokat is, ugyanis ők az ő adófizetői forintjaikból tud a város fejlesztéseket megvalósítani. És egy nyugodt, higgadt politizálást kívánok folytatni, amely azt jelenti, hogy érkezzen bármilyen jó ötlet, bármelyik oldalról is, azt el kell fogadni, és nem kell parkolópályára tenni. Nekem egy óriási szívfájdalmam, annak idején megterveztük a sportcsarnokot az Itatóhoz, ahol végre a városnak lett volna egy olyan területe, ahol minden rendezvényt meg tud tartani. Ugyanis ennek a városnak az egyik nagy problémája, hogy nagy területen fekszik, ami előny is, de a város fenntartás működtetés szempontjából nem igazán költséghatékony. Itt ezen a területen lett volna a sportcsarnok, oda mehetett volna mellé a jégpálya, oda mehetett volna mellé mondjuk a tanúszoda, és a városközpont lakói, ahol a város lakóinak egyharmada lakik, az gyakorlatilag 15 perc alatt a legtávolabbi helyről gyalogosan is kiér. Megvan a közlekedési kapcsolata, gyönyörű a terület, és ott egy olyan csarnokot képzeltünk el annak idején, ami hosszú távon, mint egy 30-50 évig kiszolgálta volna a város élsportját és rendezvény igényét is. Nagyon véges a műsoridőnk, azért szólok közben, és meg szeretném megtudni, hogy mi a személyes ambíciót, vagy miért szavazzanak önre a városlakók. Egyrészt van egy rutinom, jól ismerem a várost, és én az embereket nem annak alapján ítélem meg, hogy kuruc vagy öcsém vagy labanc. Érezhető a feszültség itt az országban, egyre feszültebbek az emberek, egyre ingerültebbek. Nyilván ennek sok összetevője van, megélhetési gondok, egyre több információ és inger éri az embereket, de ugyanakkor a jelenlegi politikai helyzet, országos politikai helyzet is rájátszik erre az egészre, ahol a különböző gyűlöletkeltő plakátok az adófizetők pénzéből megjelennek a különböző hirdetési felületeken, ami tovább szítja ezt az ellentétet. Én soha senkitől nem kérdeztem meg, hogy milyen a politikai beállítottsága. Számomra egy volt a lényeg, hogy ki milyen ember, és igyekeztem konszenzust kialakítani mindenkivel. Ez a város engem befogadott, én szeretnék ennek a városnak továbbra is mindent megadni, ami az én lehetőségeim szerint megadható. Zárszóként van-e olyan gondolat, amit a szavazópolgárokkal megosztana még? Igen, a szlogenünk az, hogy szót értünk egymással. Ez alatt azt értem, hogy ez a széles jelölőkör, ami az én polgármesterségemet és a képviselő jelöltjeimet támogatja, ez valóban szót ért egymástól, és nem pártpolitikai alapon szerveződött. Másrészt szót értünk a város lakókkal. Tehát egy élő kapcsolatot szeretnénk kialakítani, amelyben várjuk majd az ötleteket, javaslatokat. Nem fogunk minden problémát azonnal és gyorsan és mindenkinek megoldani, de azon leszünk, hogy azokat a gondokat, például az iskolák környéki reggeli, délutáni tumultusok, csak egyet hagy említsek, ezeket viszonylag gyorsan és költségmentesen lehet orvosolni. És még egyet kérek a város lakóktól, ha úgy gondolják, hogy engem támogatnak, akkor támogassák a jelöltjeinket is, hiszen közösen egy többséget biztosítva az önkormányzatban könnyebb és hatékonyabb a kormányzás, könnyebben és hatékonyabban tudunk megoldani feladatokat.
Az állami feladatok közül kifelejtettem a vasútállomás környékét, mindenféleképpen hosszú távon az lenne célszerű, ha a buszpályaudvar visszakerülne a vasútállomáshoz, és rövid időn belül a MÁV-val egyeztetni kell, mert az, ami a vasútállomás környékén most van, az a helyzet elfogadhatatlan. Tegnap voltam kint, nem egy ilyen 20-30 cm-es kátyú van. Tehát én arra kérném a városlakókat, hogy éljenek a demokrácia adta lehetőségükkel, menjenek el szavazni, nézzék meg a különböző szervezeteknek, jelölő szervezeteknek, polgármester jelölteknek a programjait, és adják le szavazatukat belátásuk szerint. Mi egy élhető várost ígérünk, és a városlakóknak a véleményére kíváncsiak vagyunk. Köszönöm szépen polgármester jelölt úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szabó Miklós volt a vendégünk, a Moson-Magyaróvári Polgári Kerekasztal, a Momentum, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az MSZP közös polgármester jelöltje. Önöknek azt köszönöm, hogy ezúttal is bennünket választottak. Keressenek bennünket social media felületeinken, kollégáim nevében búcsúzom. Viszontlátásra, viszonthallásra.